arra, amit eleve egy humoros kampánynak szánta. És én azt gondolom, tök mindegy, hogy ti szeretitek, hogy nem szeretitek a célját ebben az értelemben, bár nyilván sokan vásárolnak be, hogy jó nekik, de hogy az a helyzet, hogy szerintem ezt jól csinálják, és azt is gondolom, hogy a CBA ezt meg fogja nyerni ezt a csatát. Tehát ki gondolta volna, de könnyen lehet, hogy nagyon bejön nekik. Egyébként ugye a csaj mindenhol ott van most, ővelet dolgoznak mindenféle értelemben. Például kiadták a Kasszás Erzsi dalt, hogy lehet remixelni. Mondjuk el tudom képzelni ezt a DJ-t, aki ezt remixelni tudja. Mindegy. Lehet vele partizni, stb. Stb. Tehát igazából úgy látom, hogy volt egy elég jól megfogalmazott koncepció, amiből nagy balhé lett, de most a sztori el van mondva. Jól van elmondva a maga módján, vagy szereted, vagy nem, egy sok minden befolyásol, de az biztos, hogy most őróla beszélsz, és nem az Aldiról, meg a Lidlről, meg a többiekről. És ilyenkor egy jó cég, ha erre rá tud ülni egy jó ajánlattal, vagy még egy jó húzással, akkor szerintem ezzel nyerni fog. Bevallom, én nem járok a céljába vásárolni, nekem más indokaim vannak rá, de ne tüntess. De azt gondolom, hogy ez egy jól megcsinálható dolog, és ebből még nyertesként lehet kijönni. Hogy mi lesz a vége, tehát nem lehet tudni, de nagyon sokan támogatják is őket. És most egy picit hadd beszéljek végre nagyon érdekes témáról, magamról. Ugye, talán tudjátok, nemrégiben volt egy koncert az arénában. Nem hallottam. Nem hallottam senki, akkor elmondom, mert